Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant a méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Ezek az evangélium igéi. És ezeket a neveket azért kellett feljegyezni, hogy megjelenjék közöttük egyetlen egy Mária, akit ma köszöntünk, és akit ünnepünk a mai napon. De nagyon érdekes, hogy a családfa csak közvetve folytatódik Mária történetével, mert hiszen Jézus Krisztus születését beszélik már el a következő sorok. És ez lesz Máriának az érdeme, hogy Jézus Krisztus anyja. Hogy a Jóisten azon hivatását tudta beteljesíteni, amellyel Isten fiát, ami emberi világunkba bevezeti. És ahogy ezt a családfát halljuk, akkor talán arra is gondolhatunk, hogy az itteni birtokoknak is megvan az a története, hogy talán kik telepítették az első szőlőt, kik ültették, őtőle kik vették meg. Mai világban pedig egyre gyakrabban cserélnek gazdát ezek a résházak és ezek a területek. És mit szeretnénk, hogy valami hasonló dolog jelenjen meg, mint itt az evangéliumban, születés. Valaminek a kezdete, kibontakozása, valami szép, valaminek az élete. És ebben ad nekünk útmutatást Mária, aki talán innét a fentről, a harangból is hirdeti nekünk a meghívást. Hogy amikor itt a munkákat végezzük, akkor az embernek arra is legyen módja, elcsodálkozzon, milyen szép ez a világ, miért is ilyen szép, mi is itt az embernek a helye. A lelkem, az életem merre tartson, hogyan alakuljon, hogyan formálódjon. Nagyon szép ennek a haranglámnak a történetében három évszám. És ez is, mintha a családfát rajzolna elénk. Elsőként 1928, amikor az előző évben öntött harangot felállították erre a haranglábra. És ugye az is nagyon szép volt, hogy amikor 1986-ban elkészült a harangláb ala a kápolna, akkor a részgömbjének a tartalmában, belsejében megtaláltak egy írást abból az időből, amikor a haranglábat felállították. Ezt a haranglábat Zajk és Béc községek hegybirtokosai építették 1928. évben az Isten nagyobb dicsőségére, Gyergyák Márton hegybírósága idejében. Az Isten áldó keze fizesse meg Nagy Péter béci, Mikó János letenyei, Skoda András és Kovács Lajos egyedutai jó emberek fáradhatatlan buzgóságát, amelyel lehetővé tették ezért emlékharang beszerzését és felállítását. A haranglábat Galács József letenyei Kovács mester készítette. Majd 1986-ban Galos Imre esperes úr idejében egy újabb irat került ebbe a gömbbe. A múlt örökébe lépve, Galos Imre kanonok esperes lelkipásztor idejében a hegyközségi bizottság elhatározásából Somogyi Péter, Icsák János, Kovács István, Gyergyák Gyula és Molnár Ferenc fáradhatatlan ügybuzgalmából, a hegyközség adományából teljesen újjáépült a harangláb. A terveket Kovács István, a KTS művezetője készítette. A fémvázat levágta, a KTS telepén újították fel, majd a tövált darujának segítségével állították vissza eredeti helyére. 1986 után a következő dátum 2015, amikor ez a miséző tér elkészült itt a kápolna előtt. És ezzel egyúttal
valami születés is történt. Mégpedig az, hogy ami oly sokszor megvalósul a hegyi életben, hogy amit már otthon nem használunk, de valahogy mégis hozzánk tartozik, az oda kerül a hegyre. A búcsúink teljesen átalakulnak, de valami ide került belőle a hegyre. Mégpedig az, hogy egybegyűlünk, mégpedig az, hogy messziről ide tartunk, mégpedig az, hogy találkozunk egymással, közösségben vagyunk, és felhangzik valami szép. Együtt van Istennek a világa, és együtt van az embernek az ünneplése és öröme. És ezért mondunk mi köszönetet mindazoknak, akik megvalósítják immár évről évre, hogy itt együtt lehetünk, és ünneplésünk egy kis búcsúi ízzel teljesedik ki. Szeretnék mindeközben nem megfeledkezni arról, hogy mi is, amit hirdet ez a harangláb, és ami együtt létünk, Máriának a személyét, a Jóistennek a nagy-nagy szándékát, hogy igaz emberként tudjunk élni a Földön. Mert hiszen semmire jobban nem vágyakozunk, mint arra, hogy ne szóljanak meg bennünket, hogy gyarlóságainkat ne kelljen rejtegetni, hogy ne bűneink jellemezzenek bennünket. És így tudunk tekinteni Máriára, a kegyelemmel teljesre, a szeplőtelen fogantatott szűzre. Ezért akarjuk mi is szemlélni azt, hogy Mária miért lehetett bűn nélküli? Azért, mert a Jóisten kegyelmet tette hozzá. Aki kezdettől fogva Krisztushoz tartozik, ő fogantatásától kezdve. És örök útmutatás számunkra, hogy éppen Isten közelsége szentel meg bennünket, és tesz mássá. Tesz olyan embereké, akik azt mondhatjuk, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkbe. Mert valami annyira nem hiányzik nekünk már. Nem hiányzik nekünk, hogy valami értékeset, hogy valami maradandót, hogy valami szentet találjunk. Mert az Istentől reánk sugározik. Ezért akarunk Krisztus tanítványai lenni. Ezért akarunk nem megfeledkezni arról a nagy kincsről, amelyet jelentenek útszéli keresztjeink, haranglábjaink, és amelyek megvalósulnak a mi imádságunkban, Isten és ember találkozását értve rajta. Szeretnénk megköszönni a Jóistennek, hogy alakít, formál bennünket, nem hagyja, hogy a saját útjain járjon az ember és a gondolatai, hanem mindig felemel bennünket. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én útjaim a ti gondolataitoknál. És fizikailag is jelentse számunkra ez a helyszín, hogy igen, szeretnénk felemelni gondolatainkat, és hogy a Szent Mise kifejezi, szeretnénk felemelni szívünket is. A Jóisten az, aki újra és újra utat akar mutatni az embernek, és életet akar ajándékozni. Máriának a születését ünnepeljük. Az ő életének, szolgálatának, személyének a kibontakozását. És milyen szép, hogy a miénk is ehhez kapcsolódik. Krisztus közelében lenni, és ott van Máriának az anyai gondoskodása, az anyai szeretete, amely nem szorítható határok közé, amelyet az idő nem szüntet meg, amelyet ma is tapasztal az ember, a modern világ, és ameddig a Földön vagyunk, addig mindig égi édesanyáknak szólíthatjuk őt, és az ő oltalmában élhetünk. Ezt szeretnénk mi is. És amikor a harangnak a hangját halljuk, akkor az is eszünkbe juthat, hogy ahogy a harangnak a palástja kiszélesedik, ugyanúgy Máriának a köpenye is kitárul fölénk. Ő oltalmaz, és ő vezet bennünket, leginkább azzal, hogy Krisztus közelében akar megtartani bennünket, leginkább azzal, hogy ugyanazt üzeni számunkra, amit a kánai mennyegzőn mondott a szolgáknak. Tegyetek meg mindent, amit fiam mond. A borért, a szőlőtő terméséért, a gyümölcsfáknak, az itt lévő növényeknek, a terméséért, kincsért, életadó táplálékáért fáradozunk ki. Adja, Jóisten, hogy azt az életet, amelyet szolgálják bennünk és táplálják, azt az életet méltónak tartsuk a Jóistenhez. Mert érezzük, hogy egyúttal az ő gondviselő szeretete is belénk árad. Úgy legyen. Amen.